a híres sárkánypár! Nyissatok kaput a királynak! Most érkezett meg István király és Gizella, jöttek látogatóba megnézni az oltárunkat, a szép és gyönyörű, de egyszerű oltárunkat. Ajándékba hoztak 10 tányért. Ősi hagyomány alapján a király család csinál egy szelfit. És egy nagy csatakiáltással megköszöntük nekik. Annyi vasárra! Velük nincsen gond! Ennek hon, 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 hon! Köszönjük szépen Hont megye népe, csak itt tovább. Mindent bele. Ne felejtsétek el, ti vagytok a fiú 3. Mit jelent az, hogy fiú 3? Az azt jelenti, hogy fiú 2, még a fiú 1 rátok néz fel. Oké? Okay? Köszönjük szépen. Most fogadtuk István királyunkat és feleségét, Gizellát. Mielőtt beengedtük volna, harangoztak, megadtuk a jelszót, ők megfejtették, és mivel helyesen válaszoltak, ezért kinyitottuk a kaput nekik, és át is tudtak jönni. Mivel a Marcal folyó átfolyik szépen a vármegyénken, építettünk fölé egy hidat, hogy ő felesége és felesége ne kelljen a sárban átsétálniuk. Szépen sár nélkül, sármentesen megérkeztek a vármegyénkben. Nagyon jó volt. Látni, hogy nagyon jó mérnökileg ki van számítva. Nagyon jó meg van tervezve, nagyon jó fel van építve. Stabil. És izgi. Káponát is készítettük, azt is bemutattuk a királynak és a királynénak. Szépen. És most nézzetek föl! Wow! Nagyon büszkén mutattuk be hazánkat, Karakó vármegyét a királynak és a királynénak. Föld, vár, körül, mocsár, ha átjutsz a hídet!